Sziasztok! Üdvözöllek benneteket itt a YouTube csatornámon. Ez a nap is elérkezett, és ezúton szeretném megköszönni azoknak, akik még mindig itt vannak és nem iratkoztak le, ugyanis már egy jó éve ígérem, hogy itt is aktív leszek, és itt is jönnek majd tartalmak, viszont úgy repült el ez az egy év, hogy észre sem vettem, és bizony egyetlen videó sem került ki, legalábbis olyan videó, amit csak kizárólag exkluzív ide szántam volna a YouTube-ra. Remélem, innentől kezdve most már tényleg több videó fog ide is kikerülni. Hát vágjunk bele! Úgy gondoltam, hogy az első videó szóljon egy true crime sztoriról. Azt is nagyon szeretitek TikTokon, és kértétek többen is, hogy legyen még több olyan. Viszont a TikTok meglehetősen szenzitív, úgymond, arra, hogy milyen tartalom kerül ki, és valljuk be őszintén, hogyha ilyen történetekről van szó, akkor nehéz elkerülni azt, hogy ne jöjjön fel olyan téma, ami mondjuk érzékenyen érint másokat. Legtöbb esetben ugye gyilkosságról van szó, kínzásról, erőszakról, és egyértelmű, hogy TikTokon az algoritmus olyan embereknek is kidobhatja a videót, akiket ez mondjuk egyáltalán nem érdekel, de hát a mai nap akkor beszéljünk Jamie Ladyről. Jamie Kaliforniában nőtt fel, szüleivel és nővérével Thaiföldről érkeztek az Egyesült Államokba, még amikor ő nagyon kicsi volt. A szülők szerették volna, hogyha a lányok nagyon jól tanulnak, hogy minél jobb egyetemre tudjanak bejutni, ahol később nagyon jó szakmát fognak tudni tanulni. Pepper orvos lett. A szülők nagyon szerették volna, hogyha Jamie is valami hasonló szakterületen helyezkedik el, viszont őt egyáltalán nem érdekelte ez a dolog, ő nem szeretett volna orvos lenni. Ennek ellenére kitűnő eredménnyel végzett a gimnáziumban. Azonban, amikor eljött az idő, hogy egyetemet válasszon, szeretett volna minél messzebb kerülni a szülőktől, és ezért úgy döntött, hogy Michiganbe jelentkezik. Fel is vették az egyetemre, és el is költözött. Lettek barátai, akikkel közösen jártak el szurkolni a kedvenc foci csapatuknak, a michigani Vérfarkasoknak. Itt is nagyon jó eredménnyel végzett, és miután lediplomázott, kapott is egy nagyon jól fizető állást Arizonában. Ez megint csak nagyon messze volt Michigantől, ami azt jelentette, hogy el kellett szakadnia a barátaitól, viszont azt is jelentette, hogy még messzebb került a szüleitől. Ez viszont nagyon imponált neki, szóval költözött. Arizonában azonban nem nagyon talált barátokat. Ott is eljárt foci meccseket nézni, amit nagyon szeretett, eljárt bárokba is, ahol megismerkedett egy Brian Stewart nevű férfival. Később a barátságból ez egy kicsit intimebb dolog lett, és össze is költöztek. Brian sokak szerint nagyon jóképű volt, karizmatikus, izmos, személyedzőként dolgozott egy közeli gymben, és hát nyilván Jamie sokkal többet keresett, mint ő, ezért Jamie fedezte a számláknak a többségét, amit úgy tűnt, hogy Brian egyáltalán nem bánt, sőt, ez nagyon tetszett neki. Tényleg minden nagyon jól működött a pár között, imádták egymást, viszont a 2000-es évek közepén gazdasági válság tört ki Amerikában, ami azt jelentette többek között, hogy Jamie is elveszítette az eddig jól fizető munkáját, és Briannek bizony most már sokkal jobban be kellett szállnia a számlákba. Ez viszont neki egyáltalán nem jött be. Na ekkor Brian úgy döntött, hogy elérkezett az idő arra, hogy elbúcsúzzanak egymástól, és elkezdett keresni egy új albérletet magának. Viszont eltökélte, hogy ezt addig nem fogja közölni Jamie-vel, amíg az új lakás nem fix, szóval majd, ha aláírta a szerződést, akkor elmondja Jamie-nek, hogy ő bizony költözik. Teltek múltak a hetek, Brian talált magának egy lakást, alá is írta a szerződést, viszont aznap, amikor éppen közölte volna Jamie-vel, hogy na ő akkor most pakol és költözik. Jamie bejelentette, hogy talált egy új állást, ami igazából sokkal jobb, mint az előző volt, sokkal többet fizetnek neki, kapott egy szolgálati autót, és kapott egy hitelkártyát is. Az egyetlen bibi viszont az volt a történetben, hogy Arizonából el kellett volna költözni Denverbe. Bár anyagilag ez nagyon kecsegtető volt Briannek, ő mégsem szerette volna maga mögött hagyni a munkahelyét, a barátait sem, ezért azt mondta Jamie-nek, hogy ő itt marad, és elköltözik. Állítólag aznap este sokáig veszekedtek, de aztán mind a ketten lehiggadtak, elaludtak. Másnap Brian korán kezdett a munkahelyén, 3 óra 45 perckor hajnalban elhagyta a lakást, és elmondása szerint ekkor látta utoljára Jamie-t.
Teltek, múltak a hetek, és igazából nem nagyon tűnt fel senkinek Jamie hiánya, ugyanis, mint mondtam, miután elköltözött Michiganből, a barátaival már nem tartották annyira a kapcsolatot, volt olyan, hogy egy-két hónapig nem is beszélt egyikkel sem, a szüleivel megint csak, miután megromlott ugye a kapcsolata, ők sem nagyon hívták őt telefonon, és így történt az, hogy egy-két hónapig nem hiányzott senkinek. Aztán Brian ismerősei kezdtek el úgymond érdeklődni, és kérdezgették a fiút, hogy mégis hol van Jamie. Ekkor a fiú elmondta, hogy szakítottak, és nem tartják már a kapcsolatot, viszont ők is írtak e-mailt a lánynak, próbálták hívni telefonon, sikertelenül, és addig rágták Brian fülét, amíg a férfi fel nem hívta Jamie szüleit, és el nem mondta, hogy úgy néz ki, hogy Jamie eltűnt. Na, hát ekkor Jamie édesapja hívta a rendőrséget. Amúgy nagyon furcsa, mert én nem hallottam még olyan városról, hogy Chandler, de mint kiderült, ugye ott laktak Chandlerben, Jamie és Brian. Szóval az édesapa felhívta a Chandleri rendőrséget, akik kimentek Jamie házához, benéztek az ablakon, és semmi szokatlant nem láttak az ablakon keresztül. Viszont ami feltűnt nekik az az, hogy a garázsban a kettő autóból csak egy volt bent, és hát ekkor döntöttek úgy, hogy kérnek engedélyt, és behatoltak a házba. Ott szétnéztek, és látták, hogy bizony az útlevele ott volt, további személyes dokumentummal együtt, ott volt még tovább a bőröngye és a ruhák is ugye a szekrényben, ami arra enged következtetni, hogy innen a házból senki nem költözött ki. A rendőrség következő lépése ugye az volt, hogy mivel a Honda bent volt a garázsban, viszont a Ford hiányzott, a Fordra körözést adtak ki rendszám alapján, és egészen hamar nyomára is bukkantak. Gondoljátok-e, hogy ki vezette? Hát igen, Brian. Amikor a rendőrség megkérdezte, hogy mit keres nála a volt barátnőjének az autója, egy nagyon érdekes választ adott, méghozzá azt, hogy miután szakítottak és Jamie Denverbe költözött, a fiút hátrahagyva, lehet, hogy lelkiismeret furdalása támadt, és éppen ezért neki ajándékozta ezt az autót. Azt az előbb elfelejtettem megemlíteni, hogy a rendőrség, amikor kiment legelőször Jamie házához, hogy szétnézzen, akkor megkérdezték az egyik szomszédot is, hogy mikor látták Jamie-t utoljára, aki elmondta, hogy úgy másfél-két hónappal ezelőtt látta legutoljára Jamie-t bemenni a lakásba, kijönni viszont soha, és azt is elmondta, hogy egy néhány héttel ezelőtt az egyik biztosító cég egyik alkalmazottja jött el, Jamie-t kereste, és szerette volna visszavenni a szolgálati autót, illetve a hitelkártyát, és egy mobiltelefont is, amit Jamie-nek adtak, amikor aláírták a munkaszerződést, viszont a lányról azóta semmit sem hallottak. Tehát miután a rendőrségnek nem tudott egy használható magyarázatot adni Brian arra, hogy miért van nála Jamie autója, megkérték, hogy menjen velük a rendőrségre, ahol további kérdést tettek fel neki. Ott kihallgatták, kérdezték erről arról, és ez idő alatt sikerült nekik házkutatási parancsot is kérni, tehát elmentek Brian házába, és átkutatták azt, ahol megtaláltak néhány személyes tulajdonát Jamie-nek, többek között hitelkártyáit, bankkártyáit. Mint kiderült, Brian ezeket a kártyákat arra használta, hogy randi oldalakra regisztrált, a jobb-ne-jobb éttermekbe nevet, luxus holmikat vásárolt magának, szóval tényleg nem fogta vissza magát, és innentől kezdve igencsak nehéz lett volna kimagyaráznia magát. A bankkártyákat levizsgálva a rendőrség azt is észrevette, hogy Jamie előzőleg fizetette egy magánnyomozónak, ami valószínűleg arra enged következtetni, hogy Jamie gyanakodott Brian-nel kapcsolatban erre-arra, és mindjárt megtudjuk, hogy mégis miért. Nyilván a rendőrség utána járt annak, hogy mégis ki is ez a Brian Stewart, és egészen érdekes felfedezést tettek. Például azt, hogy Brian Stewart nem létezik. Egy kitalált név, egy álnév, a férfi igazi neve egy úgynevezett Rick Wayne Valentini, akiről szintén csak kiderült, hogy hatalmas bűnlajstrommal rendelkezik, tényleg olyan bűncselekmények ruhatóak a listájára, mint betörés, erőszak, kétszeresen elvált,
kétszeres apuka, és soha nem fizetett gyerektartást, emiatt is keresték őt, de mint kiderült, a volt feleségeinek elmondta, hogy álnevet fog változtatni méghozzá azért, hogy ne tudják követelni tőle a gyerektartást. Az előző két feleség elmondta, hogy többször is előfordult, hogy nagyon csúnyán megverte őket a férfi, és emiatt is feljelentették őt, és nem is nagyon akarták keresni őt, mert örültek, hogy végre kilépett az életükből. Amikor a rendőrség számon kérte tőle mindezt, Rick igazából nem is tagadta, sőt, azonnal bevallotta, hogy igen, az ő neve Rick, de hogyha lehet, akkor mostantól őt szólítsák Briannek, mert az utóbbi időben mindenki így hívta, és ő szeretné az előző életét maga mögött hagyni, mert, mint mondta, ő teljesen megváltozott, most már jó ember lett, és nem szeretné, hogyha a múltja kísérteni. A rendőröknek elmondta azt is, hogy az édesanyja 18 éves volt, amikor őt megszülte, és azonnal árvaházba adta, ő később nevelőszülőköz került, és ezért, valószínűleg ezért történt az, hogy ő olyan útra lépett, amilyenre. A nevelőszülők állítólag kedvesek voltak, mindent megadtak neki, amit csak tudtak. Ennek ellenére Ricknél valami mégis félrecsúszott, hogy mi az, sajnos nem derült ki. A férfi azonban, amikor érezte, hogy most már tényleg szorul a hurok a nyaka körül, egy eszméletlen történettel állt elő tényleg. Amikor a rendőrség tovább fogadta, hogy hol van Jimmy, mondja meg, hogy hova tűnt, akkor a férfi azt állította, hogy eddig nem mondott igazat. Jimmy valóban eltűnt, és ő tudja, hogy hol van. Az történt, hogy a lány elveszítette az új állását is, vissza akarták venni az autóját, vissza akarták venni a hitelkártyákat, telefont is, és ezért döntött úgy a lány, hogy mindennel együtt ő szeretne új életet kezdeni, egy új személyazonossággal, mert ugye időközben a lány rájött arra, hogy Brian Stewart nem az, akinek vallotta magát, hanem ő egy másik férfi, akit Rick Valentinnek hívnak, és nyilván a férfi tudna neki segíteni abban, hogy ő is új nevet találjon magának. A rendőrség természetesen megkérdezte tőle, hogy akkor most mégis hol van, akkor mondja el, hogy hol van a lány, de a férfi erre nem tudott pontos választ adni, hanem azt mondta, hogy a lány mindig időközönként szokta felhívni őt, egy-két hetente és mindig más telefonszámról, szóval ő nem tudja pontosan megmondani a címét, sem pedig a telefonszámát. Nyilván ezt a történetet egy óvodás sem vette volna be, nem hogy a rendőrség, a férfit azonnal lecsukták. Időközben a rendőrség a Ford Focusban megtalálta Jamie személyi igazolványát, amik fel voltak vágva darabokra, viszont Brian vagy Rick azt állította, hogy maga Jimmy vágta fel, miután eldöntötte, hogy új személy azonosságot fog magának kérni. A rendőrség tovább nyomozott, és az egyik bankszámla kivonaton, Brian bankszámláján észrevették, hogy Brian egy raktárhelyiséget bérel. Na hát ilyenkor azt hitték, hogy végre megtörténik az áttörés, találnak végre valami kézzelfogható bizonyítékot, el is mentek, átkutatták a raktárhelyiséget, ahol találtak rengeteg lehetséges fegyvert, és őszintén szóval eléggé gyanús dolgokat, például fegyvereket, kardokat, ásót, amin még mindig ott volt a földnyom, viszont nem volt DNS, nem tudták egyenesen rábizonyítani Brianre azt, hogy ő megölte volna Jamie-t. Néhány hónappal később viszont Brian egyik cellatársa fordult a rendőrséghez, és elmondta, hogy ő tud egy terhelő bizonyítékot Brian-nel kapcsolatosan, hogy ő ölte meg Jamie-t, viszont ennek fejében, hogyha ő segít, akkor szeretné, hogyha az ő büntetését enyhítenék. A rendőrség belement, és ekkor a cellatárs elmondta, hogy Brian nagyon aggódik, és állandóan azt kérdezgeti, hogy vajon mennyire járnak jó nyomon, vajon megtalálták-e már Jamie-t, és a többi, és a többi. Ha engem kérdeztek, számomra elképzelhetetlen, hogy hogyan lehetséges, hogy hisznek egy olyan embernek, aki jelenleg is egy gazdettért ül a börtönben. Nem tudom, hogy miért, de hát hittek neki, és ennek fejében előre is hozták a tárgyalást. A tárgyaláson azonban olyan szemtanúk is előkerültek, akikre Brian egyáltalán nem számított. Például a volt munkatársai, akik
Egytől egyig elmondták, hogy Brian mindig milyen csúnyán beszélt Jimmy-ről, úgynevezett sugar mommy-nak hívta a nőt, és hogy ugye nem gondolják komolyan, hogy ő, aki ilyen jól néz ki, egy olyan csúnya lányjal vagy nővel tudna kezdeni, mint Jimmy, csak és kizárólag a pénzért van együtt vele, és amint ő egy kicsit összeszedi magát anyagilag, azonnal le fog lépni, és már amúgy sincsen gusztusa Jimmy-hez, meg ehhez hasonló gusztustalan dolgokat mondott a lányról. A következő tanú a biztosítási cég főnöke volt, akitől kapta ugye Jimmy a munkáját közvetlenül az eltűnése előtt. A férfi azt állította, hogy amikor legutoljára látta Jimmy-t, akkor feltűnt neki az, hogy kék és zöld foltokkal volt tele a teste. Mindezek után a tárgyaláson Brian úgy döntött, hogy szeretne szólni a saját védelme érdekében is. Az ügyvédje ezt ellenezte, azonban nem hallgatott rá. A férfi felállt a pódiumra, és elkezdte mondani a kis történetet. Azonban a zsűri ezt egyáltalán nem vette be, sőt, mi több rengeteg alkalommal változtatott is a sztorin, ami nyilván nem tüntette fel őt sokkal jobb fényben, és mindennek az lett a vége, hogy 54 év börtönre ítélték. 22 évet kapott gyilkosságért, 20 évet kapott csalásért, és további 12 évet a többi bűncselekményért, amit elkövetett. Jimmy testére 8 évvel a meggyilkolása után találtak rá egy teljesen elhagyatott helyen, törmelékek és tégladarabok alatt. A boncolás után azt állapították meg, hogy a csontjai olyannyira el voltak törve, hogy még csak megtippelni sem tudják, hogy milyen módon végezhettek vele. Ennyi lett volna a mai történet. Remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Legyen szép napotok, és vigyázzunk egymásra. Sziasztok!